Karácsony első napján a legtöbbet haltálból rendeltek, de volt, aki a megszokott ételeket vitte. Az idén többet rendeltek házhoz a Covid miatt Karcagon is. Mit rendelnek elsősorban most ünneptől karácsonyra? Nagyon népszerű idén a hagyományos harcsahalászlé, illetve a ponthalászlé, valamint a frissen sültek közül a haltál az, amit a legtöbben visznek. A haltálon hagyományos halak, tehát hazai halak, rántott harcsa is található, illetve tengeri halakat is válogattunk erre a tára. Ezen kívül a klasszikus karácsonyi sütemények is nagyon népszerűek, a mákos és diós beigli természetesen, illetve idén készültünk házi nyújtott rétessel, ami szintén nagyon, nagyon népszerű. A specialitás az, azt gondolom, idén a házi rétes, az, amivel korábbi években eddig nem készültünk, vagy korábbi években nem volt az ajánlataink között. A diós és mákos beiglit azt korábbi években is nagyon kedvelték, úgyhogy azt gondolom, hogy az specialitásnak mondható, főleg azért, mert ez teljesen 100%-ban bio beigli, bio alapanyagokból készült, illetve a haltálat mondanám még idei specialitásnak, ami nagyon, nagyon népszerűnek tűnik, mert arra van a legtöbb megrendelésünk. Úgy tudom, hogy idéken is szállítanak. Így van, Berekfürdőn kívül vidékre is nagyon sokan rendelnek, itt egészen 30-40 kilométeres körzetben rendelnek ételeket, vagy érte jönnek a vendégek, vagy pedig mi szállítjuk házhoz, ez a vendég kérésének megfelelően teljesítjük. Ki tudnak mindenkit szolgálni a megrendelők közül? Természetesen mindenkit ki fogunk szolgálni. December eleje óta veszünk föl megrendeléseket. Van, aki már december elején le is adta a karácsonyi menühöz a megrendelését, viszont vannak olyanok, akik a karácsony előtti utolsó 2-3 napban, az utolsó hajrában rendeltek, de természetesen úgy készültünk az ünnepekre alapanyaggal, hogy az ezután érkező megrendeléseket is tudjuk teljesíteni. No, én a feleségemmel átbeszéltem, szeretnék kérni nagy tisztelettel üres halászlét 2-t. Rendben van. Mit rendelt karácsonyra? Hú, hát a feleségem megbízásából, hát nyilván elmaradhatatlan halászlé, a töltött káposzta, a kocsony, amit csak én szeretek, érdekes, a család valahogy nem, én még a régi iskolához tartozom, és haltálat, ami ugye elég sok összetett dolog van, úgyhogy ezek lesznek a karácsonyi menük, mert nem főzünk, úgy döntöttünk idén karácsonykor. És egyébként a haltálat miért választotta? Hát több ok miatt, egyrészt ugye szeretjük is a halat, tehát fogyasztunk rendszeresen normál étkezésben, plusz hát nyilván a karácsonynak tradicionális elengedhetetlen fogása a hal, úgyhogy azért is, és hát szeretjük is nagyon. Sütemény nem rendelt, azt akkor a felesége fog készíteni? Nem, nekem a kislányom cukrász, és ő készíti a karácsonyi süteményeket, úgyhogy családi van.